Ezzel a két repülővel végezték Vas megyében a szúnyoggyérítést. A katasztrófavédelem harmadik hete vegyszeres permetezéssel ritkítja a kifejlett szúnyogokat. Ez a kémiai anyag emberre, illetve melegvérű állatokra nem veszélyes, allergiás reakciót sem vált ki, csupán a méheket veszélyezteti. Emiatt este permeteznek, amikor már kevésbé aktívak a méhek, de ilyenkor el is zárják őket a méhészek. Tokorcsról szálltak fel a gépek a speciális kémiai szerrel a fedélzeten. Szombathely térségében mintegy 1200 hektáron, a Rába menti településeknél, Csákánydoroszló, Csörötnek, Rönök és Bajánsenye környékén 1000 hektáros területet permeteztek be. Szombathely tekintetében ez az első ilyen gyérítés, amit ebben az évben végeznek, az oka pedig az a kora nyári időszak és az a csapadék, ami most lehullik, az elősegíti a lárvák, illetve a szúnyogoknak a szaporodását. A központi szúnyoggyérítési program javában zajlik az országban, ám ha sok a szúnyog, további permetezést kérhetnek az önkormányzatok a katasztrófavédelem ügyfélszolgálatán. Ezen a héten 70 Vas megyei településen zajlik szúnyoggyérítés. Nagyon egyszerű, hogy miért szúnyoggyérítésnek és nem szúnyogírtásnak hívjuk. A gyérítés azt jelenti, hogy csak csökkentjük a számukat, hiszen az ember nem avatkozhat bele olyan mértékben a természet rendjébe, hogy egy teljes állatfajta eltűntet a föld színéről, tehát nem fogjuk kiirtani a szúnyogokat, csak csökkentjük a számukat. Szúnyog tehát marad még a városban, főként a vízpartokon okoznak kellemetlenséget, ez azonban közel sem jelent annyi csípést, mint amennyivel a gyérítés nélkül kellene megküzdeni.